Köszöntöm Önöket, ez a Szubjektív, a Pannon Televízió interjú műsora. Mai vendégem Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akivel a 2020-as évet értékeljük. Köszöntöm Önt. Jó napot kívánok! Hát a járvány teljes arányomta bélyegét erre az évre. Volt itt minden. Ez az intézkedések, kiárási tilalom az év elején, aztán a nyár talán egy kicsi szabadabb volt, de hát aztán ismét jött az ősz és a nehezebb időszak. Hát a VMS mit tudott tenni, illetve a politikum mit tud tenni ilyen helyzetben, hogy ezt az érintett közösséget segítse vagy bátorítsa? Valóban a, ugye a kérdésben összefoglalta, az egész idei év a járványnak a, a, a veszélye alatt múlt el. és a Majdosei Magyar Szövetség is, meg azt gondolom a politikum úgy egyáltalán megpróbált alkalmazkodni a helyzethez, amit az élet diktált, amit a vírus diktált, megpróbált e, e, úgy alkalmazkodni, hogy segítse az embereket a nehézségeknek a leküzdése tekintetében. Én azt gondolom, hogy a Majdásai Magyar Szövetség e, az erejéhez mérten jó teljesített. Az bizonyosodott be, hogy jó szervezettek vagyunk, fontos, fontossá vált, hogy jó formán minden magyarok által lakott településen vannak szervezeteink, van kiépített működési rendszerünk, és ez a működési rendszer nagyon gyorsan aktiválható volt, szükség volt erre, és nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy nem igazak azok az állítások, amelyek a politika jelentéktelenségéről szólnak. Az idei az bizonyította be, hogy igenis fontos a politika, és fontos az a fajta politika, vagy az a fajta politikai szerveződés, amelyik a mindennapi gondok megoldását jelenti. Hogyha nem így lett volna, ha ez nem így volna, akkor nem lett volna annyira fontos ez a 140 ezernyi intervenció, aminek az elvégzését segítettük annak érdekében, hogy az idős háztartás, idős polgártársak be tudják tartani a, a, a korlátozásokat, és ugyanakkor az életkörülményeik elviseletők legyenek. Ha ez nem lenne igaz, akkor az érettségizők nem tudtak volna átmenni Magyarországra. Ha ez nem lett volna igaz, akkor az ingázók nem tudták volna megteremteni a lehetőségét annak, hogy a munkahelyüket ne veszítsék el, és sorolhatnám hosszú ideig mindazokat a lépéseket, amik a politika nélkül, ha úgy tetszik a Vajdasági Magyar Szövetség nélkül, nem tudtak volna megvalósulni. Választások is voltak idén, június 21-én, és itt a VMS azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi sikert ért el. Ezt az eredményt hogyan tudják kamatoztatni a következő időszakban? Valóban egy ö, ö, nem várt, ö, mindenki számára meglepő eredményt sikerült elérnünk a június 21-i választásokon. Ö, érvényes ez a ránk leadott szavazatok számára is, és a szavazatok által produkált mandátum számra, illetve politikai mezőre, amit most a választások után a koalíciós tárgyalások eredményeképpen be tudunk lakni, illetve be kell, hogy éljünk. Új és eddig nem tapasztalt feladatok elé állít ez bennünket. Amikor az ember összeszámolja csak nagyon-nagyon durván a, a, az eredmény produkálta pozíciókat, akkor arra a végkövetkeztetése jut, hogy mintegy 400 olyan emberünk van, aki különböző szinteken, különböző helyeken, különböző feladatoknak elegettéve megvalósíthatja azt a programot, amihez a bizalmat kértük a szavazópolgároktól. Ezen dolgozunk, és ez azért fontos, mert ennek a teljesítménynek a miensége meg fogja határozni, befolyásolni fogja azt, hogy az elkövetkező években hogyan tudunk majd politizálni, illetve meg tudjuk-e ezt az eredményt ismételni, ezt a fajta megerősítést újra bírjuk-e majd, vagy pedig valami más fog történni. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ennek az elsőnek a lehetőségét valósítsuk meg. Ez már, amit mond, már csak azért is érdekes, hiszen mindjárt itt lesz 2022, amikor hát ilyen minden emberi számítás szerint legalább öt választás lesz. Én is így számolom, és az öt, számi, az öt választás az nagy valószínűséggel három különböző időpontban, az év három különböző időpontjában nem újszerű ez mi nekünk, elég gyakran, van. Van. Elég gyakran van ilyen. Hát ha nem is szoktuk meg, mert ezt nem lehet megszokni, de teljesítettünk már ilyen éveket, volt már, volt már részünk ilyen évben. Erre készülünk. Minden választás fontos, minden választás év fontos, de mondjuk a 22-es az különösen fontos fog lenni, mert négy olyan választás van, ami szerbiai jellegű, ezeken belül három olyan, ami általánosnak nevezhető. Ez a szerbiai köztársasági elnöki választás, nagy valószínűséggel egy előrehozott parlamenti választás, illetve a belgrádi közgyűlésnek a választása. Emellett van egy kifejezetten magyar választás, ami Szerbiához köti a, a, a figyelmünket, ez a nemzeti tanácsi választás, és van a magyarországi parlamenti választás, nem tudja az ember eldönteni, hogy melyik fontosabb az volna igazán fontos, és az igazán fontos, hogy mind a háromon jó teljesítsünk. Kicsit térjünk vissza erre a magunk mögött, most már lassan magunk mögött hagyott évre. Ugye ez a nemzeti összetartozás éve is volt, száz éve Trianon után. Hát mit hozott a magyar, magyar kapcsolatokban ez az esztendő vírussal, vírus nélkül? Szerintem megerősítette azt ami nélkül nem tudtuk volna bevárni ezt a nemzeti összetartozási évet a 2020-at. Megerősítette azt a meggyőződést, hogy hogy egy nemzet vagyunk, visszaigazolta ennek a meggyőződésnek a megalapozottságát. Bármennyire is Eltért a realitás, a megemlékezéssel kapcsolatos elképzelések realitása a lehetségestől. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a 2020-as évben továbbra is mindazokat a támogatásokat, mindazokat a programokat meg, tudtunk való, meg tudtuk valósítani amiket a körülmények lehetővé tettek. Az akadályozó körülmények is tényezők, azok nem támogatási mínuszokban mérhetők, vagy nem annak a következményeképpen jelentek meg, hanem a vírus helyzet volt az, ami akadályozott bennünket, hogy másképpen ünnepeljük, vagy másképpen emlékezzünk a 2020-as évre. De mindent összevetve azt gondolom, hogy a körülményekhez képest méltóképpen uh, uh, emlékeztünk erre a száz éves évfordulóra. És 2021 pedig a nemzeti újrakezdésével lesz. Hát uh, van honnan visszajönni, hogy úgy mondjam, a programok tekintetében, viszont amiről most beszélt, ugye, hogy támogatások azért idén is megjöttek. Mit tud hozni 21 ahhoz képest, ami eddig volt? Hát a folytatást kell, hogy hozza. hozza uh, alkalmazkodva azokhoz a körülményekhez, amiket az élet lehetővé tesz. Ez így volt eddig is, így volt a 20 es évben is, és így lesz a 21-es évben is. Most a napokban a magyar kormány jelentős döntéseket hozott a következő évben aktuális fejlesztések pénzelése vonatkozásában. Azt megelőzően is hozott ugyanilyen döntéseket. Én azt gondolom, hogy nekünk már most ebben a pillanatban biztos teljesítendő feladatunk annyi van, hogy a 21-es évet egészen biztos, hogy ki fogja tölteni. Konkrétan mire gondol itt most? Hát rengeteg olyan projektnek a befejezése, amit az előző, évben, előző időben elkezdtünk, akár mondjuk a, a Szabadkai Szent Terés Székesegyháznak a fölújítása, vagy a Sárgaháznak a, a a tanítóképző egyetem épületének a fölújításának a befejezése, vagy a, a topolyai különböző ö, létesítményeknek, fejlesztéseknek az elkezdése és befejezése, vagy a palicsi fejlesztés. Rengeteg ilyen elképzelés van, ami most ebben a pillanatban folyamatban van. Ezeknek a befejezésére megteremtődtek az anyagi lehetőségek. A, az újrakezdés az, az sok, sok módon elképzelhető, sok módon magyarázható, sok módon értelmezhető, de azt gondolom, hogy kondíciót figyelembe véve, a közösségi kondíciókat figyelembe véve, a lehetőséget figyelembe véve, mi valóban egy új, új évvel, egy új száz évet tudunk kezdeni méltó módon. Jó, hogy a pénzről beszélt és a gazdaságról. Mit hozhat a gazdasági szempontból 2021? Hiszen ha tudjuk, hogy a prosperitáti már így is az elmúlt években nagyon nagy teljesítményt tud maga mögött, de 21-re újabb tervek vannak, és ezt napokkal ezelőtt ugye sajtótájékoztatón be is jelentették. Azon az úton haladunk, amit ezelőtt négy-öt évvel megfogalmaztunk, ebben a tekintetben nincsen az RTS képest eltérés. Már most ebben a pillanatban a nagy volumenű pályázatoknak a kiírása megtörtént. A következő évben egész biztos várható földvásárlási pályázat, házvásárlási pályázat, Kezdő vállalkozások indítására pályázat, és valamikor az év második felében, az év vége felé kisebb volumenű mezőgazdasági fejlesztésekre is lesz pályázási lehetőség. Azt gondolom, hogy a következő év az ugyanolyan tartalmas és dinamikus lesz a Prosperitáti Alapítvány működése szempontjából, mint az előző évek voltak. Szükség van erre az újrakezdés, a vírus leküzdését követő újrakezdés, a gazdaság lendületbe hozása szempontjából, de ugyanakkor a közösségnek, a közösség tagjainak, a családi egzisztenciák megerősítése szempontjából is erre szükség van. Hogy látja, milyen kondícióban hagyta ez az év ezt a közösséget ilyen szempontból? Hát azt gondolom, hogy ha a választásból indul ki az ember, mint egyfajta mértékegységből vagy mércéből, akkor azt gondolom, hogy nem túlzó azt föltételezni és állítani, hogy jobb állapotban vagyunk, mint ahogy azt mi saját magunkról gondoljuk. És itt a vakcina. Lesz elég vakcina. Szerbiában a következő időszakban, illetve hogy a vajdaságiaknak jut -e ebből? Biztos, hogy lesz. És azt gondolom, hogy az lesz a -e fontos, hogy minél több embert meggyőzzünk arról, hogy vegye föl a védőoltást, mert csak így tudjuk gyorsan, hatékonyan leküzdeni ezeket a nehézségeket, amelyek elég jelentős mértékben megviseltek mindannyiunkat az idejében még egy dologról szeretném, ha beszélgetnénk a végén, ez pedig Palics. Palics úgy tűnik, hogy a következő időszakban egy jelentős fejlődésnek indulhat, és itt nem csak a wellness központra gondolok, mi fog történni itt az üdülő településen? Most próbáljuk átvenni a cég, cégnek a vezetését, Elég nagy kaotikus állapotot örököltünk, ezzel a kaotikus állapottal kell először szembesülni, ebből kell a megfelelő következtetéseket levonni, a, 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 a károkat minimalizálva és egy normális lendületet adva egy fejlesztési lehetőségnek. Én azt remélem, hogy a következő évben, a 21-es évben, döntése tudjuk vinni a nagy hotel építésének a kérdését, ami lendületet kell hogy adjon az egész palicsi fejlesztésnek. Ez elemi érdeke a városnak, nekünk is elemi érdekünk, bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Mert hát a turizmusról idén elég sok rosszat hallani, de én ahogy érzem, meg ahogy beszélgetek emberek, hát alig várják, hogy ez a szörnyűség, ami most van, ezután kiszabaduljanak és utazzanak, és itt meg tudja találni a helyét majd Palics. Ebben reménykedünk. Az idejében már nagyon sokan üdültek Palicson a körülmények folytán, azért, mert máshova nem tudtak menni. Abban reménykedünk, és ez volna nagyon fontos, hogy olyan tartalmak épüljenek föl, amelyek egy reális választási lehetőséget jelentsenek akkor is, amikor nagyobb a választási lehetőség, mint az idejében volt. Azt szeretnénk elérni mindannyian, hogyha azok, akik fürdeni akarnak, azok nem a határ másik oldalára mennének, hanem itt költenék el a pénzüket. Azt gondolom, hogy ez fontos volna a palicsi vendéglátósoknak, a palicsi szállásadóknak, az városnak és mindenkinek. És mi lenne Pásztor István személyes üzenete a vajdasági magyaroknak következő évre? Mindenkinek jó egészséget kívánok. Tűnhet ez a mondat egy kicsikét elkoptatottnak, de az idei év rámutatott arra, hogy ez egy örök érvényű legjobb jó kívánság. Jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen viszont önnek is. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és boldog új évet kívánunk 2021-re, bízunk a legjobbakban, köszönöm, hogy minket választottak.